Székutas, Hódmezővásárhely és Békés Csaba között található Csongrád-Csanád megyében. Évek óta magántulajdonban van a székutasi szélmalom, a település ikonikus épülete. A szélmalom a 19. század végén épült, 1885 körül. Az 1920-as évekig rendszeresen őrültek benne, világhírt pedig Hugo Hartung féle piroska regény hozott neki, mivel a főszereplő a malomban tartott mulatságokon táncoltatta meg a kutasi lányt, bár ez inkább fordítva történt. A filmet nem is itt forgatták, de annyira megfogott egy francia férfit, hogy a 80-as évek végén székutasra utazott és megvásárolta a szélmalmot. Ezzel kapcsolatban egy falusi legenda is született, miszerint az illető maga Jean-Paul Belmondo, vagy egy közel hozzátartozó személy volt. A francia tulajdonostól a 2000-es évek elején került egy közeli lakoshoz az épület, aki turisztikai céllal szándékozott felhasználni. A turizmus akkor elmaradt, erőfeszítéseink kívül semmi nem történt. Az épület sajnos egy jó ideje pusztul. Környékét felveri az öles gaz, máladozik az alja, a téglák hiányoznak belőle, méteres lyuk tátong a tetején, meredek falából vegetáció tör fel, melynek csak a verebek örülnek. Reméljük, egyszer felújításra kerül az épület. És akkor most nézzünk szét a szélmalom környékén.